Sziasztok! Ma néhány szoptatással kapcsolatos tévhitről tép szeretnék mesélni nektek. Összegyűjtöttem négyet, amit mostanában rengeteget hallok itt-ott, friss édesanyáktól, és hát őszintén szólva ebben az információs zűz, zűrzavarban egyáltalán nem meglepő, hogy ezek a tévhitek mindig táptalajra lelnek mert tényleg annyira durván jelen vannak teljesen ellent, egymásnak ellentmondó információk, és mivel az ember, hát idézőjelben megbízható forrásból kapja ezeket, tehát mondjuk több gyerekes édesanyáktól, nőgyógyásztól, gyerekorvostól, védőnőtől, bölcsődei gondozónőtől, ezért sajnálatos módon az ember meg sem kérdőjelezi a kétség, sem merül fel abban, hogy az illető az a friss információkkal látja el őt. Nagyon nagy tisztelt a kivételeknek. Tudok nagyon sok védőnőről, nőgyógyászról, óvodapedagógusról, bölcsödei gondozónőről, stb. stb. akik tényleg napra kész információkkal rendelkeznek a szoptatással kapcsolatban. És ez csodálatos, és ahova én jártam a és segítői képzésre, ott is találkoztam több szakmabelivel, nem én velem egy szakmabeli, hanem ezekkel az emberekkel, akiket kompetens személyként kezelünk, és akikre így tekintünk, olyan emberekkel, tehát volt ott ö, védőnő, meg dúla, meg, meg olyas, olyan emberek, akik ezzel a témával amúgy foglalkoznak. Na, tehát akkor az első tévhit, hogy a szoptatástól hullik a haj a kisbaba születését követően. Ez nem igaz. Nem a szoptatástól hullik a haj, hanem attól hullik a haj, hogy a terhesség hormonjai kiürülnek az első hónapokban a női szervezetből, és amikor ezek a hormonok, Elhagyják a nőnek a testét a szülés után, általában megközelítőleg három hónappal, akkor elkezd hullani a haj. Akár szoptat az édesanyja, akár nem. Ez abban az esetben is érvényes, hogyha az édesanyja egyáltalán soha egyetlen percet sem szoptatott, akkor is ez történik. Kinél jobban, kinél kevésbé. Ez nagyon változatos. Ez is valakit elkerül egy teljes mértékben a hajhullás, de jellemzően előszokott fordulni a harmadik hónap és a hatodik hónap között, a szülést követő harmadik és hatodik hónap között jellemzően, és ez lehet tényleg a brutálistól kezdve a, a, a semennyiig is ö, tényleg széles a skála, nekem személy szerint, hát tényleg nagyon súlyos volt a hajhullásom, és, és én akkoriban olyan ö, hát írgalmatlan kimerült voltam, tehát három hónapja nem aludtam egyben fél óránál többet, folyamatos gyereksírásban éltem, elképesztő hogy le voltam terhelve, és, és teljesen tehetetlen voltam a, a helyzetünkben, és erre jött rá még az, hogy egyrészt iszonyúan fájt még az első időszakban a szoptatás kegyetlenül, és annyira durván elkezdett hullani a hajam, hogy konkrétan a hajvonalam az egy olyan két centivel hátrébb ment, tehát konkrétan full kopasz voltam ott, illetve így, amit így Miki Egér vonalnak szoktak nevezni, azon a területen is tenyérnyi, szinte teljesen kopas kopasz folt keletkezett a fejemen. Én, amikor zuhanyoztam, és hajat mostam, ö, tincsekben hullott ki a hajam. Nagyon-nagyon brutális volt. És sosem fogom elfelejteni, hogy megmostam a hajamat balzsammal, minden hajmosásnál használok balzsamot, Megmostam balzsammal, amitől mindig ilyen csúszós, fényes, kellemes érzés szokott lenni a hajamban, és amikor, amikor mostam a hajamat ebben az időszakban, a haj tömegemnek a fele az élettelen, kihullott haj volt, és amikor rátettem a balzsamot, akkor ugyanolyan durva, spröd, mint a széna olyan volt az érintése, mert halott hajszálakkal volt el a fejem. És amikor kiöblítettem az öblítőt a hajamból, meg akkor szoktam megfésülködni is, csomókban hullott. Egyszerűen brutális volt, és emlékszem, ott álltam az zuhany alatt, kint sírt a gyerekem, kb. két hetente, tíz naponta, három hetente tudtam akkoriban hajat mosni, mostam a hajamat, és csak sírtam, és sírtam, és azon elmélkedtem, hogy a női testnek milyen áldozatokat kell hozni azért, hogy a lehető legminimumabb szinten legalább jól érezze magát a gyereke. Mert a mi gyermekünk amúgy rettenetesen nehezen viselte az anyaméhen kívüli élet kezdetét. És tényleg mindjárt sírom magam, ha erre visszagondolok. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz periódus volt nekem és nekünk és mindannyiunknak. És nagyon megterhelő volt, és nagyon fájdalmas, és nekem még volt ez emellé ez az a durva hajhullás. Öm, előfordulhat amúgy, hogy utána ö, lassanban nő vissza ha haj, gyorsabban nő vissza a haj, de azért úgy maradni az a legritkább esetekben se nagyon fordul elő, Utána jön egy ilyen babahajas időszak, amikor mindenfelé az embernek a fejéről kiállnak az új, friss hajszálak. Szóval megközelítőleg a szülés előtti, vagy inkább a terhesség előtti állapothoz megközelítőleg állapot várható, hogy majd visszaáll. Kinek pár hónap, kinek egy-két év, mire ez megtörténik nekem, ugyanolyan a hajam, mint azelőtt volt, hála az Istennek. Aztán a következő tévhit, hogy a szoptatás ártalmas a fogazatra, bocsánat, az éjszakai szoptatás ártalmas a fogazatra. Sajnálatos módon fogorvosoknak sincsen megfelelő friss ismerete ebben a témában, ami nagyon elkeserítő, mert az édesanyák nyilvánvalóan azt szeretnék, hogy a gyermekük fogazata szép, erős, egészséges legyen, és amikor azt hallják egy fogorvostól, hogy, hogy ők maguk veszélyeztetik a gyermek szükségleteinek kielégítésével, tehát a az éjszakai szoptatás megadásával a gyermek épp fogozatát vagy a fejlődését, épp fejlődését a fogazatuknak, hát az egy hihetetlenül rettenetes helyzet, amikor az ember azt se tudja, hogy akkor most melyik ujját harapja le, hagyjam abba a szoptatást éjszakára, amitől szenved a gyerekem, és annak is lehetnek hosszú távon negatív következményei, vagy adjam meg neki, de akkor kockáztatom a fogozatának az épp fejlődését, és az ember sem tudja, hogy mit csináljon. Na most ezt szeretném mondani nektek, ami nagyon fontos, hogy az anyatej és ezzel együtt az éjszakai szoptatás is védőfaktor a gyermek fogozatának fejlődését tekintve. Először is, hogyha valóban romboló hatással lenne a fogozatra az éjszakai szoptatás, akkor... Tehát az evolúció során semmi olyan nem történik, ami nem optimális. Mert különben nem maradtunk volna fenn. Tehát a mi fajunk az kihalt volna, hogyha bármilyen formában az anyatej, illetve a gyermek szoptatása bármilyen negatív következményekkel járna a gyermekre nézve, közvetlenül, akkor nem maradt volna fenn a fajunk, vagy a szoptatás átalakult volna olyanná, ami optimálisá hát teszi ezt a fajta kapcsolódást és táplálást vagy gondozást. Szóval ez egy teljesen összeférhetetlen, logikailag nem értelmezhető gondolat amúgy, hogy a, a szoptatás ártalmas a fogazatnak. Először is, ez egy nagyon összetett téma, tehát először is a szoptatás önmagában az az arc izomzatát, az artikulációhoz, a beszédhez, a rágáshoz, a nyeléshez szükséges anatómiai apparátust tökéletes, optimális mértékben fejlesztitek. Azok az izmok, azok az izületek, az ákapocsív, a csontozat, a fogazatoknak a az elhelyezke, fogadat elhelyezkedése, minden a szoptatással optimális. Hogyha a gyerek az ujját szopja, ha a gyerek cumizik, ha a gyerek cumis üvegezik, ezek mind negatívan befolyásolhatják, tehát sokkal nagyobb esélye, ez nem jelenti az, hogy törvényszerű, de sokkal nagyobb eséllyel lesz valamilyen formában deformitás, vagy elmaradás a fejlődésben. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, Elképesztően nagy az előnye annak sok fronton, hogyha a gyerek szoptatott. Aztán az éjszakai szoptatás nagyon-nagyon nagy jelentőségű. Az igény szerint szoptatott, tehát éjszaka és a gyermek szükségleteinek megfelelően szoptatott kisbaba, aki nem kap más eszközt a szopási késztetés kiélésére, tehát nincsen cumi. Nincsen új szopás, nincsen cumisüveg, csak az édesanyja melle van, bármikor, amikor, amikor ő igényli, az a kisbabának a komfortját segíti elő, csökkenti a kisbabában a stresszt, maga a szopómozgás is, illetve a, az anyatejnek a, a hormonjai is. Altató hatással bírnak a kisbabára, az anyatejben más hormonális dolgok vannak, nappal más hormonális koncentráció van, éjszaka, illetve egy nagyon fontos dolog még, hogy a, azzal, hogy a kisbaba, mellé, kisbaba a szájában van az édesanyjának a melle, azzal a kisbaba szinte folyamatosan ö, egy vákummal és a reflexekkel szopizik az éjszaka folyamán. Ez a szopizás a kisbabát a felszínes alvásban tartja, ami a legbiztonságosabb a kisbabának. Azok a kisbabák, akik nagyon gyakran hajlamosak, nagyon mély alvásra, és akik még magukra is vannak hagyva, ők a legveszélyeztetettebbek a bölcső tekintetében. Ez egy nagyon-nagyon minimális szám, tehát egy nagyon, a csecsemők nagyon-nagyon csekély részét éri ez a rettenetes dolog, vagy érinti de előfordul. És a szoptatás, az igén szerinti szoptatás és a biztonságos együttalvás, az anya folyamatos testközelsége, ez mind csökkenti a szicnek a bölcsőhalának a kockázatát. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyermek éjszaka is igény szerint szopizon. És ja, még ide kell mindenképp beékelnem, mert felelősségteljes youtuber vagyok, hogy a biztonságos együttalvásnak nagyon szigorú feltételei vannak, tehát az extrém túlsúly az nem teszi lehetővé a biztonságos együttalvást, a kibontott haj, a rengeteg párna plüssállat, nagyon puha, süppedős ágy, a édesanyja alkoholos, vagy nagyon komoly gyógyszeres befolyása az édesanyának a tényleg ájulásig kihajtottsága, kimerültsége, és még van pár drog, droghatás alatt lévő édesanyja, ajtató hatás alatt álló édesanyja, stb. Tehát nagyon sok faktornak kell ahhoz megvalósulnia, hogy a, az együttalvás a lehető legnagyobb biztonságot nyújtsa a kisbabának. Tehát nagyon fontos és nagyon-nagyon jelentősége annak, hogy a baba az jól fejlődjön, nagyon fontos része és eleme ennek az éjszakai szoptatás. És a fog szúvasodásának az elsődleges oka az egy bakteriális fertőződés, tehát hogyha a gyermek szájában megtalálhatóak ezek a baktériumok, akkor nagyobb az esély arra, hogy a gyermek foga elkezd szúvasodni. Tehát, ami fontos, az a megfelelő szájhigiénia, magyarul a megfelelő fogápolás, aztán a következő, ami nagyon fontos, hogy a gyerek öm, megfelelő tápanyagokat fogyasszon. Ugye általában 6 hónapos korig tart megközelítőleg, most plusz-minusz lefele, kevesebb, fölfele több hónap, míg megkezdődik a hozzátáplálás. Tehát rendkívül fontos, hogy a gyerek ne cukros élelmiszert kapjon, vagy olyan, olyan élelmiszert, aminek a finomított szénhidrát tartalma magas, mert ezek mind elképesztően jó táptalajai azoknak a baktériumoknak, amik a gyermek szájába bekerülnek bármilyen formában, a szülő szájából, például puszival, vagy csak csupán annyival is bekerülhet a gyermek szájába, hogy folyamatosan nagyon közel vagyunk a gyermekhez, ami teljesen természetes. És ezek a baktériumok bekerülnek a gyereknek a szájába azzal, hogy egyfolytában rábeszélünk, óhatatlanul az ember miközben artikulál és beszél, nyálcseppek, milliói távoznak a szájból, és ez bizony bekerül a kisbabába, vagy a kisgyermekbe, és ezek a baktériumok megtelepednek a gyermek szájában. Tehát ezek a baktériumok, ha ott vannak, akkor védelmet nyújt az, hogy megfelelően tápláljuk a gyereket, tehát ilyen nagyon gyorsan, szervezet számára gyorsan feldolgozható cukrokat nem tartalmaz az étel, mint például bármilyen finomított cukor, tehát édességek, csokoládé, cukor, cukor nem tudom, micsoda, vagy nagyon durván rost nélküli gyümölcslevek, meg gyümölcspürék, ezek mind jó táptalaj ezeknek a fogszúvasodásért felelős baktériumoknak, és a fontos a megfelelő szájhigiénia, tehát reggel is és este is a gyermek mosson fogat, erre alkalmas fogkefével és fogkrémmel, és akkor tettük meg a legtöbbet azért, hogy a gyermek fogai ne szúvasodjanak. Még nagyon fontos dolog, hogy a szoptatással, ha megfelelően csatlakozik az édesanya mellére a kisbaba, akkor a kisbabának a szájában, az édesanyának a melvinbója egészen hátulra került, tehát szinte a garathoz, és így a szájában ö, nem áramlik annyira szét a tej, mint mondjuk amikor pohárból iszik a kisgyerek, vagy szívószából iszik, vagy kulacsból iszik a kisgyerek, vagy amikor rág értelemszerűen, és sokkal nagyobb biztonsággal kerüli el a kisbabának a fogazatát az anyatej. Úgyhogy, ja, és természetesen rengeteg ásványi anyag és vitamin van az anyatejben, ami szintén védi a fogakat. Úgyhogy mindenki bátran, nyugodtan szoptasson éjszaka is. Aztán a következő. Császár után nehezebben indul a tej. Ez a mondat az azért veszélyes, mert, mert ez már alapvetően az embernek a hozzáállását megváltoztathatja. Tehát, hogyha ezt sokat hallja egy édesanyja, aki mondjuk császármetszéssel hozta világra a gyermekét, akár a császármetszés előtt, vagy akár a császármetszést követően, a, mielőtt még a, az anyatej áramlása és termelése nagy dózisban megindul a női szervezetben, ha ezt az édesanyja eleget hallja, akkor ő már eleve úgy fog készülni és hozzáállni, hogy legyen otthon tápszer, biztonság kedvéért felirat tápszert, és egyszerűen ez a fajta beállítódás, hogy ő már eleve arra számít, hogy, hogy nem lesz anyateje, már ez olyan viselkedést fog kialakítani az édesanyában, ami nem a szoptatást fogja elősegíteni, vagy a sikerességét fog elővetíteni. Tehát, ha az édesanyja azt gondolja, hogy nekem valószínűleg nem lesz elegendő tejem, nem lesz időben a tejem, akkor már eleve ad a gyereknek tápszert jó eséllyel. Nem fogja annyit a mellére tenni a kisbabát, nem fogja um, annyira fontosnak tartani azt, hogy küzdjön a szoptatásért, és nagyon könnyen előfordulhat az, hogy csupán ez az egyetlen egy káros mantra, hogy a császármetszés miatt um, kisebb az esély a sikeres szoptatásra, már eleve az ember annyi minden óvintézkedést megtesz, ami eleve csökkenti az esélyt a szoptatás sikerességének. És mindez természetesen úgy, hogy az édesanyja nyilvánvalóan a legjobbat szeretné a gyermekének. Csak éppen nem jutott megfelelő információkhoz. A szoptatás sikeressége az ugye elsősorban azon múlik, a legfontosabb az, hogy jól csatlakozzon az anya mellé az a kisbaba. Ez, ez mindennek az alfa és omegája. A második dolog pedig, akkor indul meg az édesanyának a tejtermelése, ennek is két összetevője van, vagy két fázisa. Az első, hogy a méhlepény távozása az, tehát a méhlepény olyan hormonokat termel, ami blokkolja az anya a termelődését. Viszont az előtej továbbra is termelődik az anyának a mellében, ezt már észlelhetik a várandós édesanyák, ez már a terhesség felétől észrevető a Melbimbó környékén lehet látni, rászáradt, sárgás, mint ilyen varros anyag lenne. Ez már az előte ilyenkor, ami az édesanyjának a mellében megvan. És a, a mélepény megléte és működése, hormonális működése az, ami blokkolja, vagyis akadályozza a, az érett tej megindulását. Amint megszületik a mélepény, tehát amint a kisbaba megszületése után távozik a nő testéből a mélepény, feloldódik ez a hormonális blokkolás, és megindul a tejtermelés. Egyébként ezért lehet azt tapasztalni, akik például tandem szoptatásra készülnek, gyakran előfordul, hogy a terhesség során, a második várandóság során a lése szinte teljesen leáll, de legalábbis töredékére csökken annak, ami előzőleg volt, és a nagyobbik gyermek, aki várja a tesót, elutasító lesz az édesanyának a mellével, mert nem azt kapja, amit addig kapott. Na mindegy. Szóval ami, amire ki akarok lyukadni, hogy nem függ a szülés minőségétől, mienségétől az, hogy megindul az anyatej termelődés. Attól függ, hogy mikor hagyta el az édesanyja testét a mélepény, és onnantól kezdve megközelítőleg 48 órára lehet kevesebb, lehet hosszabb, van, akinek ritkább esetekben akár 4-5 napot is várnia kell arra, amíg megtörténik a tejbelövellés. Mit lehet tenni azért, hogy ez a tejbelövellés minél hatékonyabb legyen, minél jobban a kisbaba igényeinek megfelelően történjen? Azt lehet tenni, hogy a kisbabát addig is, ameddig csak az előtej van a mellben, az pedig ott van minden esetben, a kisbabát minden alkalommal, amikor jelzi, hogy szüksége van az édesanyja mellére, merre tesszük? Attól függetlenül, hogy mit érzünk, van-e benne nincsen benne Lehetőség szerint minél korábban, tehát a szülést követően a lehető legkorábban, minél korábban, annál nagyobb az esély a sikerre. Ez továbbra sem jelenti azt, hogy ha később körül a kisbaba bármilyen okból kifólag az édesanyám mellére ne lehetne sikeres a szoptatás, csak egyszerűen nagyobb az esély arra, hogy ez jobban fog sikerülni, minél hamarabb ez megtörténik. És amikor a kisbaba fölkerül az édesanyja mellére, a korai éjségjelek, vagyis a korai szopizási vágyinak a jelei, baba cuppogása, nyelvének nyújtogatása, a szájának nyitogatása, az, hogy a kis pofikájához hozzáír valami egyből odafordul, az anya mellett keresve, ez mind-mind-mind azt jelenti, hogy a kisbaba szopizni szeretne, és amikor a csecsemő sír, az már egy nagyon-nagyon sokadik erőteljes jelzése annak, hogy merre szeretne kéreckedni a kisbaba. Tehát, amit érdemes tenni ebben az időszakban, amíg nem érkezik meg az érett anyatej, amit úgy hívnak, hogy a tejbelövellés utáni időszak, addig a kolosztrum az előttej van az édesanyja mellében, és hogyha a kisbaba sokszor, gyakran, amennyiszer ő igényli, fölkerül az édesanyja mellére, az bizony nagyon jó hatása van a tejtermelésre, attól függetlenül, hogy a kisbaba hüvelyi úton született, vagy pedig ö, császármetszéssel. Tehát nem befolyásolja a szoptatás sikerességét önmagában a születés módja, Az, hogy milyen mantrákat hall az édesanyja, az sokban befolyásolja. Az, hogy a környezet mennyire támogató, mennyire jó információkat kap az édesanyja, ez mind-mind-mind befolyásolhatja viszont. A következő tévhit, hogy a baba elvész zavaros lesz, hogyha minden ö, gondjára, minden nyűgjére egyből merre tesszük. Na most egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy az újszülöttnek, a csecsemőnek a legfontosabb igényei az egész életben maradásához mérten, az édesanyja testközelsége, lehetőség szerint bőr-bőr kontaktusban, tehát nem nagyon bebultől és nem összeölelkezve, hanem, hanem voltam egyszer egy alkalommal a csecsemő osztályon, nem a csecsemő osztályon, gyermekágyas osztályon, és ott segítettem egy édesanyának, akinek a kisbabája folyamatosan megállás nélkül sírt, és az édesanyja maga mellé tette a kisbabáját, fedetlen testtel, pelenkában, és ő maga is fedetlen felsőtesttel feküdt az ágyban. Egymás mellett feküdtek, de nem ért össze a testük. Az édesanyja a kisbabának a fejét odahúzta a cicijéhez, és így tudott volna szopizni a kisbaba. De nem szopizott és nagyon-nagyon sírt, keservesen sírt egész éjszaka. És átmentem hozzá, és megkérdeztem, hogy esetleg tudok-e neki valamit segíteni, mert szoptatási segítő vagyok, és mondta, hogy hát, hogy már a második gyereke, és ő elvileg tudja, hogy hogy kell szoptatni, de hogyha van valamilyen ötletem, akkor, akkor örül neki. És mondtam neki, hogy a babáját húzza teljesen közel a testéhez, érjenek össze, a kisbaba hassa legyen az édesanyja felé, tehát a fej el legyen elfordulva a kisbabának, és szépen így egymás mellett feküdve karolja át nyugodtan a kisbabáját, és a kisbaba minél nagyobb felületen érintkezzen az édesanyjának a testével, és a kisbaba azonnal elkezdett szopizni, és megnyugodott. Tehát egy ilyen apróság, ami alapvetően tényleg annyira logikus egyébként, egy ilyen apróság annyira sokat tud segíteni abban, hogy a kisbaba komfortja meg legyen, hogy elképesztő. Lehetséges, hogyha az édesanyja sokáig eképpen próbálkozott volna, akkor, akkor a kisbaba sosem kap rá az édesanyjának a mellére, és a szoptatás sikeressége került volna bajba, kockáztatásra. Szóval, szóval ezek, a apróságoknak tűnnek, de mégis elképesztő jelentőségű dolgok. Uh, igen, tehát a kisbaba legfontosabb uh, a komfortjához a testkontaktus, ugye minél nagyobb felületen bőr, bőr kontaktus, a kisbaba testhőmérsékletét ezt rendben tartja, a kisbaba keringése alkalmazkodik az anya keringéséhez, a kisbaba hallja az édesanyának a légzését, ez őt is ösztönzi az újabb és jobb levegővételre, a kisbaba testhőmérsékletét és biztonságos hőmérsékleten tartja az édesanyának a teste és melegsége, az édesanyának a bőrén lévő ö, Flóra és fauna, a baktériumok, azok mind segítik a kisbabának az immunizációját. A kisbaba testközelsége a kisbabában is, meg az édesanyában is oxitocint termel, ami segíti az ellazulást, redukálja a, a stresszt, és egyszerűen csodás dolgokat tesz az édesanyával és a babával. És segíti a szopizást, tehát a szopó reflex amúgy akkor működik a legesleges -leges legjobban, hogyha az édesanyja közelében van a kisbaba, tehát gyakran előfordul az, hogy megszületik a baba, megnézik az abgár értékeket, bedugják a bedugja a doktor úr a gumikesztyűs ujjacskáját mondjuk a kisbaba szájába, hogy megnézze, működik a szopó reflex, és úgy érzékel, hogy nem működik, és akkor már is egy pont mínuszsal indul a kisbaba, holott a reflex kiváltásához nem voltak meg a körülmények a kisbaba, egy hideg asztalon feküdt, nem volt ott az édesanyja, nem érezte az édesanyja illatát, nem érezte az édesanyja testközelségét, a, a, a testének a hangjait, amit megszokott, stb. Nem látja a melbimbót, nem érzi a melbimbót. Egészen másképpen működnek ilyenkor a szopási reflexek, mint amikor a reflex kiváltásához szükséges minden feltétel adott. Szóval igen. Ez a testközelségnek a hihetetlen jelentősége. A második nyilvánvalóan a táplálás, hogy a kisbab megfelelő mennyiségű szénhidráthoz, zsírhoz, folyadékhoz, vitaminokhoz, ásványi anyagokhoz, nyomelemekhez, baktériumokhoz, immunvédelemhez, növekedési faktorokhoz jusson, hormonokhoz, amik, amiket mindet tartalmaz az anyatej. Tehát elképesztően nagy a jelentősége az anyatejnek, az tulajdonképpen olyan, mint a fehér vér. Tehát az egy élő anyag, ami a gyereket nem csak kalóriával látja el, hanem rengeteg más funkciót is betölt. Aztán a következő pont, ami nagyon fontos, tehát testkontaktus táplálás és a biztonságérzet. Ahhoz, hogy a gyereknek a hormonszintje megfelelő legyen, tehát a stress hormon csökkenjen a kisbabában, mert óriási stressz a születés utáni időszak a babának. Minden, amit eddig megszokott, fenekestül, felfordul, minden, ez egy óriási krízis, egy óriási válság, egy óriási stressz helyzet, mintha minket körülbelül leraknálak pák egy pillanat alatt egy idegen bolygóra, ahol idegen lények vannak, fények, szagok, a test érzetem is teljesen más, mert mondjuk más a bolygón a gravitáció, tehát ez minden teljesen más, és a gyermeknek nyilvánvalóan önmagában nincsen egy komoly érett érzelmi apparátusa, amivel ő ezt a stresszt kezelni tudja, tehát elengedhetetlen a legfontosabb eszköz a kisbaba életében az édesanyja, és gyakorlatilag önmagában a csecsemő szinte nem is értelmezhető csak az édesanyja közelében. Szóval ez a három dolog nagyon-nagyon fontos, és a szoptatás az mindezt egyben megadja. Tehát minden, amit most felsoroltam, ezt mind megadja egyben a szoptatás, éjjel, nappal, megállás nélkül. Ezen kívül a babának lehetnek apró kellemetlenségei. Kényelmetlen a ruha, szúrja őt valami a ruhában, túl hideg van, túl meleg van, de ezeket is például a testkontaktus, a bőr, -bőr kontaktus, az optimalizálja ezeket a, ezt a környezetet a baba számára. Lehetséges, hogy, hogy csípia pisi, csípia kaki, tehát előfordulhatnak fája, pocakja, ez mind előfordulhat, de mellesleg, nem mellesleg egyáltalán az anyatejben olyan hormonok is vannak, amik csökkentik a babának a fájdalom érzetét is. Tehát egyszerűen olyan szinten van tökéletesítve ez, a, ez az egész rendszer, hogy, hogy bármi, ami külső tényezőként ebbe belemegy, az csak bezavarni és rontani tud ezen a rendszeren. Szóval ez nagyon fontos. Tehát ezt mindenképpen tudni kell ahhoz, hogy a babának tényleg minden igényét kielégíti a nyugodt, meghitt, szoros testkontaktusban zajló szoptatás tényleg minden igénye. Tehát a babának van mondjuk száz igénye, ebből mondjuk egy százaléka az, amit a szoptatással nem lehet kielégíteni. És itt ugye mondom, nem csak maga a szoptatás a hangsúly, hanem, hanem az egésznek a komplexitása, ami minden igényt ki tud elégíteni. És ez nagyon fontos, mert az az ember gondolja azt, hogy evés zavarokat fog okozni, hogy a baba minden problémájára egyből mellett adunk a szájába, akinek nincsen fogalma vagy ismerete arról, hogy mennyire komplex dolog ez a testkontaktusban, békében ö, a szoptatás maga, hogy mennyi, mennyi tényezője van ennek. És aki azt gondolja, és csak úgy tekint a szoptatásra, mint a táplálás, tehát tulajdonképpen ö, semmi különbséget nem ismer, a között, hogy a gyereknek adok egy csokoládét, meg a között, hogy békében a meg megszoptatom, annak eszébe juthatnak ezek a gondolatok, amik sajnos nem megfelelőek és nem fedik a valóságot semmilyen szintén. Először is a babának a szopizás élménye, amikor mondjuk már egy idősebb babát szoptatnak, tehát mondjuk egy 1-2-3 éves, mondjuk aki már tud beszélni, egyértelműen nem táplálás, hanem nem táplálkozás és evés a szoptatás, hanem, hanem ivás. Tehát például én tapasztaltam olyat, hogy egy kisgyerek volt a, a, a közelemben, és volt egy kisbaba, kisbabát szoptató édesanyja, és én magam is helytelenül mondtam neki, hogy most eszik. Vagy nem is tudom, lehetne, én mondtam mert hogy a kisbabának az anyukája tök mindegy, hogy megeteti a babát. És a gyermek, a másik, a nagyobbik gyerek látta, hogy az édesanyja megszoptatja a kisbabát, és, és azt mondta, eszik. Hát mi? nem teljön abból a ciciből? <laughs> és így gondolkodsz, hogy milyen étel jön abból a ciciből, hogy ez milyen furcsa cici, amiből étel jön. Tehát, hogy alapvetően is, akkor már inkább azt gondolhatnánk, a logika az diktálja, hogy ivászavaros lesz a gyerek, nem pedig evészavaros, de amúgy egyáltalán nem igaz, a szoptatás tényleg egy nagyon sokrétű gondoskodási forma, és hogyha az első hónapokban a kisbaba, tényleg az édesanyjával békében és testkontaktusban, és az édesanyja természetesen legyen jó, jól ellátva, tehát ez, ezért fontos a család, a rokonság, mert az édesapa a szerepe elsődlegesen ebben az időszakban azért nagyon fontos, hogy az édesanyát el tudják látni, hogy gondoskodni tudjanak az édesanyáról, hogy az édesanya megfelelő minőségben tudjon a babájáról gondoskodni. És hogyha ezekkel mind tisztában lennének az édesanyák, míg mielőtt megszületnek a kisbabáik, akkor föl tudnának készülni erre az időszakra, hogy megfelelő minőségben és mennyiségben tudjanak ö, ott lenni a babájuk mellett. Mert például, fú, ezt is a vivienne Viviennél olvastam a kiszoptatási tanácsadó, és Instagramon amúgy megtalálható, hogy, 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 mennyire egy, egy faramuci ötlet, hogy, hogy azt találták ki, hogy bizonyos nyugati országokban, hogy egy egyen, esélyegyenlőség, meg az egyenjogúságot gyakorolják, hogy az édesapák vannak, e, édesanyák vannak az első két hétben a csecsemővel, utána a két hétig az édesapa, aztán megint az édesanyá, megint az édesapa, de hogy ez azért egy egy rossz koncepció, mert az édesanyja az, aki a legnagyobb minőségben, a legmagasabb minőségben és a legjobb színvonalon és optimálisan el tudja látni a csecsemőt az első hónapokban, nagyszerű, hogy az édesapák segítik az édesanyákat valamilyen formában, de az biológiai tény, tudományos tény, hogy az optimális a baba számára az, hogyha az édesanya gondoskodik őróla az első időszakban. Ez olyan körülbelül annyira egy faramúci gondolat, mint hogyha azt találnánk ki, hogy mondjuk a édesapákba is építsünk egy műméhet, hogy ők is ki tudják venni a részüket a, a gyermek gondozásából, és akkor kivegyük a gyereket félidőben, és akkor a terhesség második felében már hordja az édesapa. Tehát, hogy egyszerűen ennek hosszú távon olyan sok káros következménye lenne, hogy, hogy egyszerűen az egész rendszer megbolygatásával hosszú távon egészen biztosan csak ártunk az egész rendszernek. Na, úgyhogy ennyit akartam nektek mondani a gyermeket megszoptatni, amikor nyugtalan, bármi problémája van a kisbabát megszoptatni, az, és amikor ő szeretné és jelzi, hogy szükség van a szoptatásra megszoptatni a kisbabát, az egyáltalán nem egyenlő azzal, hogy a gyerek, mondjuk az oldáskorú gyerek sír, és akkor betűnöm a száját egy tálba csokoládéval, hogy fogja be, ez totálisan két különböző a dolog. És ha ezt a két, két teljesen különböző dolgot, tök más szükségletekről szóló dolgot valaki összemossa a szakmailag inkompetens, legalábbis a szoptatás témájában egészen biztosan. És amikor azt hallom valahogy nem kell minden nyekken és cicire tenni, hát talált hogy mi a baja, egy csecsemőnek szinte mondom 99%-ában minden problémájára megoldás a nyugodt, békés testkontaktusban zajló szoptatás. Ennyi. Beleértve azt is, hogy, hogy kakilnia kell, attól könnyen kijön a kakia, folyadékpótlás, stb. És nekünk édesanyaként nem fontos tudnunk, hogy a baba éppen azért szeretne cicizni, mert szomjas, azért, mert éhes, azért, mert fázik, azért, mert fél, azért, mert stresszes, azért, mert fáj a pocakja. tök mindegy, a baba Isten ilyen tud jelezni ezeket a korai jeleket vagy merre kéreckedésnek a jeleit ha ismeri az édesanyja, akkor, akkor tök mindent. minden. Tehát ez, amikor valaki azt mondja, hogy minden sírásra nem kell merre rakni, akkor az az ember nem tud eleget a szoptatásról, egyszerűen ugyanis vannak azok a bizonyos korai jelek, a cuppogás, az arcát, fejét forgatja, és tátogatja a száját, a kezecskét, a szájához teszi, rácuppan dolgokra, nyalogatja a száját, nyújtogatja a nyelvét, forgatja a szemecskét, ezek mind azt jelentik, hogy a baba bizony szopízni szeretni, szeretne. Tehát, amikor valaki azt mondja, hogy minden sírásra nem kell merre rakni, akkor ő nem is tud, nem is tudja azt, hogy, hogy amikor már sírásnál tartunk, akkor az már egy nagyon késői jelzés annak, hogy szeretne a baba merre kéreckedni, és ott már a baba nagyon komoly stresszben van, a babával már stresszhormonok vannak, nehezebb megnyugtatni a babát, nehezebb a ziáló babát merre tenni, megfelelően úgy, hogy jól csatlakozzon az anya mellé, és az, az anyának ne okozzon fájdalmat. Na mindegy, szóval ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, úgyhogy ezt a négy téfitet hoztam nektek már, és nagyon érdekelne amúgy, hogy ti hallottatok-e már más téfiteket, mert szerintem ezek tényleg, tényleg, nagyon gyakoriak, és, és nincsen olyan, olyan időszak, amikor ne hallanám ezeket, innen-onnan, akár nagyon nagy követő számú influencer mamiknál is, akik, akiknek igazából nem az ő hibájuk, hogy nem tudnak többet a szoptatásról, az egész rendszernek a hibája, de sajnos az áldozatai azok ők maguk, meg a babájuk is, meg mindenkinek a babája, aki valamilyen formában hallgat ezekre az influencerekre. Úgyhogy ennyit akartam nektek már elmondani, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!